ez a zsúfolásig telt városháza, ez jól mutatja, hogy mennyire fontos számunkra, hogy minőségi kultúrával készülhessünk lélekben a megváltó eljövetelére. Engedjék meg, hogy a mai délutánra felkért egyházi személyiségünket hívjam ide a mikrofonhoz, dr. Frajka Félix atyát, és arra szeretnénk kérni, hogy mondja el gondolatait Adventről, és utána pedig gyújtsa meg a második gyertyát ezen az adventi koszorún. Advent alapgondolata, arról rátecéli désuber et nubes pluant justum. A harmatozzatok egek felülről, és a felhők hullassanak igazságot. Ezek jel proféta által leírt, messiás után sóvárgóim a beteljesülésére való emlékezés. A kisdede lakjában közénk érkezett üdvözítőre, Jézus Krisztusra való emlékezés, ugyanakkor hálaadás ezért az emberiségnek adott nagy ajándékáért az Úristennek, aki úgy szerette világot, hogy egyszülöttét adta oda érte, s egyben ennek az ajándékozó szeretetnek a tovább ajándékozása. Juhász Gyula Karácsony felé című versével zárom beszédemet. Szép tündérország támad föl szívembe ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, s megszáll egy titkos, gyönyörű igézet ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, és higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben.
Jesus, 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 Jes